Három tárgyból, magyarból, matematikából és történelemből megírták az érettségit a végzős középiskolások. Már a javítások még vissza vannak, hiszen a dolgozatok elzárva pihennek a vírus veszély csökkentése érdekében, a pedagógusok képet kaptak az idejévi feladatokból. A középszintű vizsgát tevők számára nem volt nehéz a feladatsor, de például az emelt szintű magyarra jelentkezők közül biztosan sokan bánják a szóbeli vizsga elmaradását. Ha a középszintű magyar érettségiről beszélünk, akkor tényleg nem volt nehéz. Az emelt szintről ugyanezt nem mondhatom el. Itt hogyha azt nézem, hogy az én tanítványaim mire készültek, akkor mi nagyjából egy ilyesmire készültünk. Mind a szövegértés rész olyan volt, ami megoldható volt, mint pedig a többi. Az emelt szintű feladatsor több olyan kérdést is feltett, amire ilyen mélységig nem készültek a gyerekek, mondta Dudai Gabriella. Matematikából közepesen nehéznek értékelték a szaktanárok és a diákok is a feladatsorokat. Szerdán a történelem érettségi zajlott, melyről első olvasásra a Tolnai Szent István gimnázium igazgatója azt mondta, meg kell vele küzdeni. A történelem feladatok szövege nem könnyű, tehát biztos, hogy a gyerekeknek többször át kell olvasni, megérteni a feladat szövegét, illetve a középkori, kora, újkori, újkori források szövegét. Önmagában a feladatsor valóban tényleg középszinten reális, megoldható. Hogy kinek milyen eredménnyel zárul az idei rendkívüli érettségi vizsga, az napokon belül kiderül.